Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint fogatlant fogjuk bezárni a titkos börtönbe. Ugyanis nem más történt, mint fogatlan, kicsikét eldurvult, és igen, elkezdett össze-vissza gyújtogatni, és eléggé jó cuccokat kaptam most így erre a videóra, ugyanis hát egy sárkánnyal megküzdeni nem könnyű dolog, szóval, ja, elsősorban ugye meg kéne építenünk a börtönt, amit én azt mondom, hogy egy fának a tetejére fogok megcsinálni, ugyanis... Ugye hát nem lesz könnyű őt mégiscsak becsalogatni majd, szóval mindenféleképpen egy magasabb helyre kéne csinálni, hogy könnyebb dolgunk legyen majd becsalni kedves fogatlant. Szóval megépítem így ennek a fának a tetejére, és igen srácok, ez az első videóm nekem ugye a harmadik csatornámon, nagyon remélem, hogy örültök neki, hogy végre ez is elérkezett, hogy ugye ide is csináltunk most egy videót, és remélem, hogy azért tetszeni fog, hogyha tetszik, akkor azért csapostok egy lájkot. Megpróbálok néha-néha azért ide is feltölteni videókat, csak... nem annyira egyszerű, úgyhogy naponta nekem kettő videót kell ugye feltöltenem, úgymond a kis csatornámra, meg nagy csatornámra egyszer. És hát ja, úgymond így a kettő videót kell naponta gyártanom, és még akkor még mellé ugye akkor erre is kéne, akkor nem tudom, így három lenne. Szóval kicsikét nehéz dolgom lesz, az biztos, de megpróbálom megoldani, tehát megpróbálok azért néha így ide is feltöltögetni, de nem ígérek nektek semmit, hogy minden nap lesz, megpróbálom úgy, hogy heti kétszer talán. Talán azt még úgy meg tudom oldani, de majd ezt meglátjuk srácok, szóval tényleg előre is bocsi. De hogyha várjátok itt a videókat, akkor nyugodtan ide is subajatok fel, ugyanis Bence azért ide gyakrabban fog videókat feltölteni, remélhetőleg. Na! Meg is csináltuk nagyjából a izénket, és mi történik? Miért van az, hogy minden egyes videóban történnek nem való élethez történő dolgok, tehát hogy random valaki nyitogatja itt a ládáimat. Ott repült fogatlan? Az ott fogatlan volt, srácok? Na várjatok, elindulok abba az irányba. Nagyon remélem, hogy őt találtam már meg egyből, mert amúgy akkor eléggé nagy szerencsénk lenne, nem kéne utána kutakodni. Viszont nagyon óvatosnak kell lenni, mert tényleg nagyon erős lesz, ebben biztos vagyok. És ott, igen, gyújtogat is össze-vissza. Srácok, gyújtogatja is az el... Ne! Na várjatok, gyors eloltjuk, várjatok, meg kell menteni, nem szabad hagyni, hogy elégen az erdő. Jó, oké, jó, gyors beveszek egy ópialmát, hogy ne gyújladjak fel, jó, okés. Jaj, nagyon-nagyon kigyújtott a srácok, erre már nem nagyon van egy esélyem. Aj, kellett volna egy vödöt is hoznom, vagy valami. Á, nagyon-nagyon szét van gyújt a srácok, ez így nagyon-nagyon gázos lesz. Hát remélem, hogy csak egy-kettő fa fog legalább maximum leégni, és nem az összes. Jó, inkább arra megyek rá, szerintem nincsen nálam balta, villámok, minden, nem hiszem el, az állatok is, minden srácok. Fogatlan, miért kell ezt csinálnia? Nem hiszem el. És az egész erdő ki fog gyulladni. Nincs esélyem, hol van, meg kell találnom. Na, teljesen szét van. Felgyújtotta az egészet, ott repül fogatlan srácok, és szét laggolom is az agyamat közben tőle. Na várjatok, bocs, hogy a FPS-em így egy kicsikét így lejjebb ugrott. Na várjatok, megpróbálok én itt valamit talán lejjebb venni. Remélem, hogy ettől egy kicsikét jobb lesz, meg hogy annyira nem lehet észrevenni. Hol van, várjatok. Meg hogy fogjuk elkapni? Hogy fogom lelőni, mert nagyon... szegény erdő. Nagyon szétgyújtotta az egészet, srácok, minden ég. Hát srácok, nagyon nem találom sehol. Ez itt valami egy eléggé mély gödörnek tűnik. Talán esetleg... Ott repül. Valahogy be kéne ide. Mit szeret? Mit szeretett vajon? Fogatlan, srácok, hogyha... sárkánytojást megpróbálnék leutánozni, esetleg... azzal lehet, hogy be tudnám... Nem tudom, hogy nézhet ki egy sárkánytojás. Na várjatok. Ez így hasonlít egy sárkány tojásra. Nagyon remélem, na várjatok, bebújok így ide. Talán így nem fog észrevenni, most amúgy fura bedrobból építkezek. Talán ennek bedőlhet? Szerintetek ennek bedőlhet, srácok? Tehát van esély, hogy egy ilyen cuccot sárkány tojásnak gondoljon, de hát nagyon úgy tűnik, hogy nem. Valamivel fel kéne rá hívni a... Van nálam tojás. Került hozzám valahogy tojás. Jó, mindegy, rádobok egy ilyen tojást. Hát ha ennek már így bedől, valahogy is tojás lett nálam. Lehet, hogy a halott csirkéktől, akiket megölt, vagy felgyújtott. Talán esetleg így, valahogy... Jó, most... Oké, most elkezdett ott körözni. Oké, ráült, oké, ez egy kicsit lenyugtatta. Most mit kell csinálnom? Most fel kéne magamat fednem szerintetek? Vagy...
Mindegy, oda megyek. Elsősorban meg tudom vajon ütni? Nem bírom megütni. Nem bírom megütni, mert tojásokkal nem bírom dobálni. Jó, az a gond, hogyha elé megyek. Van egy jó ötletem. Várjatok, oda dobok egy tojást. Oda megy, hogy felszedje. Aha, na várjatok, mögötte el kéne settenkedni. Jó, csak nem vett észre. Oda bedobni egy tojást. Oké, és így csak követni fog, nem? Így remélem, hogy követni fog, na várjatok. Merre volt a börtön egyáltalán? Ott van a börtön. Oda valahogy be kéne őt így csalogatni. Követi a tojásokat amúgy? Aha, követi. Jó, követi. Na várjatok, ide is itt egy tojás. Várjatok, jó. Remélem, hogy azért észre fogja ezeket venni. Jó, oké, és oda be kéne őt valahogy vezetni abba a fenti részhez. Csak nem tudom, hogy ez tényleg mennyire válhat-e egyáltalán be, és mennyire fog vajon észrevenni, na várjatok. Jó, oké. És ide be kéne dobálni egy csomó tojást, ide egy csomó tojást. Hát, ha esetleg, ott jön, na várjatok, gyors el kéne bújni. Gyors, így el kéne bújni. Följön észrevett? Ajaj, remélem, hogy nem vett észre. Te! Ajaj, szerintem észrevett. Átvertél? Nem vertem át, itt nem, nincs itt senki. Nem, nincs itt senki. Nincs itt senki! Ne! Fogatlan Léci, ezt hagyd abba! Ez gyerekes viselkedés! Ez nagyon gyerekes viselkedés! Szétlő minden! Fogatlan, légy szíves! Ne már! Most miért? Most komolyan! Ne már, fogatlan, hallod? Gyere már! Nézd, mi van itt benn! Látod? Szia! De most el fog menekülni. Szia! Hallod? Gyere be, hogy meglőlek! Na gyere be, hogy meglőlek! De milyen aranyosan néz már ki. Annyira izé egy... Hogy záródtam be? Ez... Mi történt? Srácok! Hogy záródtam ide be? Fogatlan! Ez nem így megy! Léci, engedj ki! Nézd, mennyi tojás van nálam, látod? De hát tudom, hogy szereted a tojásokat. Látod, ide eldobok egyet. Egy nem elég? Csak, igen. Csak akkor, hogyha mi lesz? Engedlek, igen. Ki? Igen. Ha? Igen. Odaadod. Igen, az összeset. Ami nálad van. Tessék, itt van. Ennyi volt mind. Jó, van még nálam. Tessék, itt van mind. Tessék, itt van. Gyere be érte. Gyere be nyugodtan. Gyere. Oké. Ne. Jó. Ne. Ne már. De van még nálam fogatlan, nézd. Ide dobáltam, látod? Itt van benn. Ott van benn. Fogatlan. Ott maradt a maradék. Fogatlan. Na gyere. Ott van benn a maradék. Menjél be. Úgy van, gyerünk. Még ott benn. Kicsit beljebb! Jó! Megvan! Kiégek! Jó, bezártuk teljesen! Most így mi van ilyenkor? Ugye én nem bír kijutni. Hello! Ne! Várjatok, vissza kell mennem még azt bezárni. Nagyon remélem, hogy ott nem tud kijutni. Most össze-vissza villámozik, úristen, mennyiket sebez. Most ott ő így be van zárva, akkor onnan nem tud kijutni elvileg. Te, igen. Te, mi van velem? Te ezt megbánod, megkeserülöd? Még? Igen, mi lesz még? Várjál, megbánod? Miért ütögetsz le? Srácok, szerintem nagyon agresszív ez a fogatlan. Hát azt hittem, hogy ő kevésbé agresszív. Utálom. Mit utálsz? Mit utálsz? Mondjad, fogatlan, meghallgatlak. Igen? Utálom a börtönt. Hát, fogatlan, nem kellett volna így viselkedned. Majd ki leszel engedve, hogyha magadhoz térsz és ismét kedves leszel. Na de srácok, nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó. Hát igazából sikerrel jártunk, de valahogy majd még ki kéne innen, nem tudom így engedni egy idő után, hogyha jól fog viselkedni. Nagyon remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így van, akkor ugye csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok meg ugye a csengőt, és ja, találkozunk legközelebb is. Én Dani voltam, és tényleg köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
Van egy nagyon fontos feladatom a számotokra, srácok. Nyomjátok meg a like gombot ennél a videónál, nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és nyomjátok meg a csengőt ugye át a videó mellett, és a leírásban található linkek közül nyissátok meg a Twitch csatornámat, kérlek szépen, és hogyha esetleg nincsen Twitch jó fiókotok, akkor regisztráljatok, vagy ha már van, akkor kérlek titeket, kövessetek be ugye Twitchen is. Mostanában itt található majd többféle stream is, nem csak Minecraft, másféle játékokkal is fogok játszani. Ez nagyon-nagyon sokat jelent nekem, szóval remélem, hogy ezt meg fogjátok tenni. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok!